Na hát köszöntelek benneteket, folytassuk a napot. Méghozzá azt gondolom, hogy nagyon nagy örömötökre, hogy el tudott jönni közénk Jászsi Kis Imre, akinek a gondolatait azt hiszem több, mint jó hallgatni. Úgyhogy én nem is szeretném szaporítani a szót, ezzel át is fogom adni, de hogy érezze, hogy mennyire örültök, hogy ő itt van, kérlek, tapsoljátok meg. Hát ez csak olyan kifejezés volt, hogy ugye nem vagy rossz helyen, nem vagy rossz helyen, nem vagy rossz helyen. Nézd, mutatnak valami jelet neked, az nem azt jelenti, hogy húzz el, hanem az, hogy szeretnek. No. Úgyhogy komolyra véve a szót, úgy gondolom sok témával készült Imre, majd fölteszünk kérdést is, de szerintem bőségesen lesz olyan téma, amit nem mindenhol hallgathattatok. Remélem a könyvét meg tudtátok nézni, hát tudjátok majd forgatni, és a könyv, most is azt mondom nektek, se egy videó, se egy YouTube, se egy CD, se egy DVD nem pótolja azt, amikor élőben van az előadó. Soha, ezt soha ne feledjétek el. Ezt azért üzenem, hogy azok, akik nagyon távol vannak, és nem tudnak eljönni, vagy egészségi, vagy munka miatt, nekik is ők tudják a legjobban. A legeslegfontosabb mindig élőbe találkozni az előadóval. És most éljünk ez a lehetősége, úgyhogy átadom a lehetőséget és a gondolatokat, a szavakat Jászsi Kis Imrének. Köszönöm szépen a fogadtatást, én is üdvözlök mindenkit. Tapsot sajnos én nem tudom produkálni, a bal kezem még nem igazán jó. A mostani témám annyiban kapcsolódik az előttem szólóhoz, hogy azt a történelmi időt, amit nehezen tudunk kezelni, illetve olyan legendákra leírt sorokra vagyunk hagyatva, amelyeknek a hitelessége nem igazán garantált, nincs ellenőrzési pontunk. Erre próbálok kitérni, mondjuk a nagyon régi történettől. Itt van az órunk előtt egy lenyomat, az órunk előtt úgy értem, hogy az emberiség előtt, nem kicsi, a Holdról látszik, és mégsem kezeljük a megfelelő komolysággal. Tehát arra vonatkozóan, hogy aki ezt ide tette nekünk, miért is tette ide, komoly kutatások nincsenek. Az, hogy az a lényiség, amelyik ezt ténylegesen megcselekedte, gyakorlatilag nem írta oda, hogy ő ezt miért csinálta. Mindazok a dolgok, amik a feltárás során kiderültek, azok az évezredek, tehát az azóta eltelt évezredek alatt elérhetetlenek voltak. Tehát, hogy a piramis alatti négyzet mekkora körrel találkozik, illetve a kör, a legkisebb kör, ami az érintőjeként megrajzolható, mekkora, erre csak mostanában van lehetőségünk a mostani technikával. Tehát mi volt a célja a piramis alkotójának, azzal a tudással, annak a tudásnak az átadásával, ami mostanra már nyilvánvalóan az, ami. Tehát ezek nagyon komoly csillagászati kódok, olyan geológiai, olyan matematikai történetek, amelyekkel az azóta eltelt időben küzdködött az emberiség, és mostanra sikerült megoldanunk őket. Úgy én a magyar nyelvvel próbáltam kisebb, nagyobb sikerrel megfejteni ilyen hasonló titkokat, úgyhogy ennek a megoldásához is a magyar nyelven keresztül próbáltam eljutni, úgyhogy a következő képpel azt tudom mutatni, hogy ez a magyarországi hasonló monumentum, ami szintén az órunk előtt van, és nagyon-nagyon messziről, nagyon magasról látható, ez milyen módon dekódolható abból a szempontból, amit az előbb feszegettem, hogy az építője értelmes magyarázatot akar adni számunkra a dolog miértjére. Igen, ez az Esztergom tetején látható bazilika. A bazilikának a talpmagassága
a jelenlegi Duna magasságához képest 60 méter. Ennek a bazilikának a vonalába, tehát amit említettem, 60 méter, pár osztással arrább, innen nézve balra, található egy száraz dokk. Most akkor az értelmét a dolognak az előző kérdőjelek alapján tegyük fel, mi a francnak épített 60 méter magasra valaki dokkot, hajójavító dokkot. Mindenki elmehet, megnézheti, egyébként a Google Earth-ön rá lehet menni az utca programmal, a dokkot meg lehet nézni. Tehát alapfeltétel, a víznek odáig kellett, hogy érjen, hogy a dokkba beállhasson az a hajó, ami alól aztán miután leengedték a vizet, az alja javíthatóvá vált. Na most ennek a logikának nyomán nyilvánvalóan nem adhattam fel a további kutakodást, és ez a név, ez a bazilika számomra egyértelműen mutatja, hogy itt egy nem szép szóval, de egy bazi nagy likról van szó. Ha ezt értjük, akkor a későbbiekben úgy tudjuk ezt igazolni vagy cáfolni, ha körülnézünk a világ több bazilikájánál vagy katedrálisánál. Hát a későbbiekben majd mutatok olyan bazilikákat, ahol a vízhez való viszonya a bazilikának, illetve hát annak a hegynek, amire épülnek ezek a ma vallási helyeknek mondott építmények, ugyanaz, mindenhol megegyezik. Ezt a vízrajzolatot nyilvánvalóan értelmesen kell megközelítenünk, és itt van már is a magyar nyelv, a bazilika tetejére oda van írva a magiszter szó. Az nyilvánvalóan tudjuk, hogy az iszter ebben a történetben a Dunának a neve. Na most, ha én maradok a száraz logikánál, tehát ahogy indítottuk a történetet, akkor az iszter szónak az értelmével, a Dunának a nevével gyorsan megtalálom azt a kort, amiről ez minimum kell, hogy szóljon. Ez ugye a Herodotosz leírásai alapján az egyiptomi kultúra előtti 5-6 ezer év. Tehát akkor nézzük meg, hogy honnan indul ez a magyar tudás, amikor nem feltétlenül akkor építenek itt bazilikát, viszont a tudás az itt rögzítve van. Ezt úgy képzeljük el, hogy mint ahogy a bakonyból származó szalonnát, az angol, nem azt a szalonnát, amit akkor kivitt, amikor a békönt kivitte, de a nevében őrzi továbbra is a békön szót. Ha nem is tudja, hogy a békön az a bakony, ettől a szót még őrzi. És mi, hadd tudjuk már, mint magyarok, hogy ez a mi Bakony-hegyünk, ami sajnos nem is olyan egyértelmű, ugyanis ez a Kab-hegynek a megfordított képe. Pecsét lenyomat, majd mindjárt megmutatjuk, hogy miről is szól ez a fordított kép. Hát, mint ahogy most megnézzünk egy pecsétet, fordított szöveget olvasunk, majd ha lenyomjuk a megfelelő helyre, akkor olvashatjuk a tartalmát, amiért az oda került. Így ebben az esetben ezt a magisztert is meg kellett, hogy forgassam, és a pecsét leíratoknak a logikája szerint, mint ahogy ugye a magyarországi érthetetlen helynevek is kiadják a maguk logikáját, ez a iszter szó is fölkerült egy olyan körpecsétre, körrovásra, amivel meg kell, hogy értsük azt a, igen, köszönöm, ez az iszter szó, aminek az E betűvel kezdett olvasata az eriszt szót adja. Tehát a magra eriszti, mit is? Ott van az a víz, amit a bazi nagy likon le lehet ereszteni a magra. Oda van írva a bazilika tetejére. Ha piramis föliratot nem tudok olvasni, akkor legalább az én hazámban lévő olyan monumentálnak a feliratát tudjam elolvasni, értelmezni, amely gyakorlatilag az én született nyelvem, tehát az anyanyelvemnek a megfejtése alapján követhető, mint értelem. Tehát nem értelmetlenül történik. Az, hogy ebből a történetből tovább lépve hogyan jutunk el odáig, hogy az iszter, mint a röbetű és itt a felső sorban látható, hogyan adja az N betűt, és akkor innentől az iszter fogalma, a teremtő fogalma, hogy azonosul az Istenével, ami gyakorlatilag egy olyan történet, ami a barbár kifejezéssel degenerálva visszaköszön a mai napunk biológiájában, kémiájában. Megmutatnád a barbár pecsétünket? Tehát ez a bar és a bár, ez a víznek a két anyaga,
nem kémiába fogunk átmenni, hanem egyszerűen egy olyan logikus összefüggés, amit a mai világ a víz plazmával kapcsolatban próbál a hétköznapjainkra beforgatni, mint működtető energia. Tehát gyakorlatilag ez a barbár szó, ez a víz két elemének, a hidrogénnek, és az oxigénnek az a tulajdonsága, amivel, ha lement a magra, mint a bazilikán az előbb láthattuk, magiszter, tehát a magra erisztett víz. Ugye két módon is használjuk az isztert, iszter vagy isztár néven. Na most, hogyha visszatérünk a logikához, nem kell, kérem a kapcsolat, nem kérem. Viszont, hogyha isztert isztárnak mondjuk körrováson, akkor áraszt, áriszt vagy eriszt. És ez a magra erisztés, a víznek a magra juttatása, az a legfontosabb feladata itt a biológiai létnek, hogy ezt a két anyagot a felszínre juttassa. Tehát a hidrogén, ugye a víznek a képlete az H2O. Na most, ha két darab vízmolekulát nézek, akkor az történik, hogy itt keletkezik hidrogénből 4, oxigénből pedig 2, ahogy elektronikusan szétszedem, ezt elektrolízisnek hívjuk. Egy pici kis napsütéssel megoldható a dolog. Na most a magon, hogy a szén az ott keletkezik ezáltal a folyamat által, vagy a kezdetek kezdetén, amiről én nem tudok, nem is akarok nyilatkozni, valahonnan, máshonnan érkezik ez a szénmennyiség, amely most a Föld magjában van, azt nem tudom, de hogy keletkezett, az biztos. Számomra ebből a szempontból teljesen mellékes, hogy itt vagy ott, vagy a világűr túlsó felén keletkezett-e, valahogy létrejött. Ha most itt jön létre azáltal, hogy a magisztert végrehajtjuk, tehát a magra eresztjük a vizet, az gyakorlatilag ebből a szempontból ugyanaz, amiről beszéltem az előbb, a világűr túlsó felén van akkor is. Tehát ez egy működő olyan folyamat, ami a valóságot hozza ide nekem a felszínre. Szén alapú világban élünk, és ezt a két gázt, a bart meg a bárgázt lélegzik be azok a növények, élőlények, víz alattiak is, majd mindjárt kitérek rá az óceán alatt, miért van hatalmas mennyiségű, és hogyan van hatalmas mennyiségű szén, amiről azért nem tudunk, mert ez a következő, mit tudom én, hány világháborúnak lesz majd az alapja, hogy én ezt ne értsem, értem ez alatt az emberiséget. Tehát gyakorlatilag ebben a történetben, ha a szenet fogjuk meg, akkor odáig ugye már eljutottunk mikroszkópiaink és egyéb technikai lehetőségeinken keresztül, az emberiségről beszélek, hogy be tudjuk bizonyítani a biológiai létnek azt a szén felszívó képességét, amely alapján mondjuk egy több tonnás fatörzs létrejön. Eddig nekem az iskolában még azt tanították, hogy a gyökéren keresztül szívja föl a fa a tápanyagot, amiből ő fölépíti önmagát, majd a gyümölcsét. Aztán az első nagy pofon akkor értem, amikor megkérdeztem a tanárnőmet, hogy és akkor az almába úgy kerül a kukac, hogy a gyökér felszívja a kukacot, és akkor azt hitték, hogy viccelek. Pedig komoly kérdés volt számomra, mert úgy gondoltam, hogy ez nem így van, meg nem beszélve arra, hogy ha a harkály útközben elkapja, akkor nem lesz alma, nem megy föl a kukac. Tehát ez így nevetséges volt már pici kölökkoromban. A piramisoknál a Veszprém azért van odaírva, mert Vízperem városával kapcsolatban ugyanaz a helyzet állt elő. Én Veszprémbe, István király várában nőttem föl, és ez a veszprémi vár, István király honalapítás, kereszténység ide-oda, ennek az utcája, a főutcája a Tolbuhin utca. Én a Tolbuhin utca 17-ben nőttem föl. Na most Tolbuhin meg tudjuk, ugye, hogy a szovjet hadsereg, tábornoka? Marsalja, köszönöm szépen, igen. Tehát na, valahogy úgy nem fért bele már a gyerek eszembe se, hogy egy államalapító, keresztény, nagy király és a szocialista, illetve hát a kommunista történetnek a marsalja hogy fér össze. Itt valaki át akar engem verni. Aztán fokozódott a kétségem, illetve hát ez a gyanakvásom, ugyanis a mese az volt Veszprémről, ma tudjuk Európa kultúrfővárosa. Na, hogy mi ez az Európa, meg mi a kultúrfőváros, majd mindjárt. Hogy a nevét onnan kapta, hogy Gizella királynő a kapuba, a várkapuba ücsörgő koldus asszonynak oda dobta a prémjét, hogy ne fázjon, és azt mondta, hogy vesszen a prém. Gyanús volt időben, hogy előtte való nap akkor hogy hívták ezt a várost, ez így nem jön ki. Na most ezt már nem akartam megkérdezni, nem akartam megint a folyosóra kerülni, viszont én, mivel a Tolbuhin utca, ez a Veszprémi várnak az utcája, 17-ben laktam, én pontosan tudtam, hogy a Veszprémi várnak nincs kapuja.
Tehát abba a kapuba, ami nincs, abba a koldus asszony ott ült és megvárta, mi Gizi néni dob neki egy prémet, hogy legyen város alapító név. Nagyon jó, tehát itt nagyon át akarnak verni. Aztán lementem az általános iskolába, ami ugye volt Apáca nevelde, és akkor ott megtanultam, hogy nincsenek, nem is voltak apácák, meg ez az egész egy kitalált marhaság. De délutánonként, mikor fölmentünk biciklizni a püspöki palota elé, ott jó volt a járda, ott lehetett tekerni, akkor azok az apácák hívtak be bennünket, hogy akik ott voltak, akik az áldozati ostját nyomták ott abban a helyiségben, ahol ők nem léteztek, mert az iskolában azt tanultam, hogy apácák nincsenek, mint ahogy nem voltak analfabéták sem, majd erre is kitérünk. Miközben a kertész család minden egyes idős tagja analfabéta volt, ők nekem osztálytársaim voltak. Tehát már rögtön az elején meg kellett tanulnom, ekkor voltam 12-13 éves, hogy itt mindenki hazudik. Tehát gyakorlatilag az, amivel én útra lettem bocsájtva, felnőtté válásom útjára, az gyakorlatilag a születési helyemtől kezdve kérdéses. Nem tudom, ki hallott róla, nemrégen Jászdon, megkaphatom a Jászdi régi, nagyon régi képet. Jászdon egy csővezetés kapcsán találtak egy olyan temetőt, amiben több száz árpádkori lelet van, és ezeket a leleteket most hozták a felszínre. Nem tudom, ki emlékszik a Tajos Barlangos találkozóra, Móricz féle körben. Igen, köszönöm. Én azon a napon, mikor az a rendezvény bezáródott, ott voltam Jászdon, egyéb okból kifolyólag, és akkor láttam ezt a feltárást. Akkor még a GCB rakodógép ott állt az árok mellett. Picit, mintha késne a tájékoztatás. De későbbiekben itt is tudok mutatni majd analóg helyzetet, többek között a kolontári tömeggyilkossággal kapcsolatban, hogy hány év telt el, mire végre kiderült, hogy mi is van ott a valóság, tehát mi a valóság, mi az, ami megalapozza ezeket a hamisításokat, tényhamisításokat. Én azon a Jászdon születtem, ami ott balra fönt úgy van odaírva, hogy Lajszt. Anyukám, nem értettem, ő egy bakonybéli parasztlány volt, úgy hívják, hogy Szalai Rozália. Tehát ugyanaz a Lai, mint ami ott felszólító módként fel van tüntetve ezen a nagyon régi térképen. Ha egy mai térképet ráteszünk erre a nagyon régire, akkor látszanak a perspektívikus eltolódások, de igazából azok a helynevek, amelyek megőrizték mihez képest pontot, vagy tájékozódási lehetőséget, az látszik, hogy ma is aktuális, ma is érvényes. Mondjuk, ha spórolni akarnék az üzemanyaggal, nem ezen az úton, nem ezen a térképen indulnék, az biztos. Nagyon bonyolult lenne a történet. Az, hogy Veszprémbe milyen egyéb történetek voltak, és vannak még mai napig, azt most ne feszegessük. A lényeg az, hogy a Vízperem városából fakadóan sok problémám volt, sok támadást kaptam, mert ugye ez durva állítás, hogy ebből a peremből egy veszprémi paraszt gyerek elindul, és az egyiptomi piramisoknak akar nevet tulajdonítani. Ezért körülnéztem ezen a Bálatónuson, ami Balaton néven híresült el máig, ugyanebben a vízmagasságban milyen egyéb települések vannak, amelyekkel igazolhatom, vagy cáfolható az én állításom. Tehát gyakorlatilag, ha vízperem és perem ár és ton összefügg, akkor gyakorlatilag a peremarton az erről beszél. Az előbb, amit mondtam, bar és bár, pedig szintén igazolva vagyon, oly módon, hogy itt a bárhidán, a Balaton felső részén, Peremarton mellett, ahol tudjuk ugye, hogy egy nagyon komoly folyamatos bűncselekmény zajlik, ezt a Műtrágyán néven fogadjuk el, mert ugye hozamnövekedés, de azt már nem tudjuk, hogy mitől van ott Peremarton neve, egyáltalán a funkciója. Mellette a Berhida, a Bárhida nem is olyan régen robbant el, és ennek hát történelmi léptékben nagyon közel van, de igazából ennek a berhidának olyan szinten vetett véget, hogy mai napig lakatlan, ha jól tudom, a tekkesek használják ilyen kiképző bázisként. Lakóház nincs benne, nem lehet. Nyilván nem azért, mert akkor eldűlt, hanem azért, mert nem lehet újjáépíteni.
És miért nem? Azért, mert ennek a perem, ár és tonnak nyilvánvaló rámutatása van arra, hogy ott a föld alatt milyen bárhíd van, tehát amit az előbb néztünk, visszakaphatnám a barbár képet. Tehát az, hogy a bar és a bár, a CH4, az a metángáz. Állításom szerint, és többször beigazolódott, sajnos mai napi aktualitása is van, ez a metángáz a föld alsó részén, a magnál, mikor létrejön, képződik, akkora rengéseket képes okozni, hogy a felszínen ezt mi földrengésként, természeti katasztrófaként elfogadjuk, mert azt mondták. De ezt nem támasztja alá semmi se. Azokat a földrengéseket, amiket jóval a rengés előtt kiraktam, nem megfelelő helyre, mert ugye az ottaniak nem értesültek róla, nem tudtak elmenekülni sem, ezeket a rengéseket mái napig olyan szinten érzékelhetjük, hogy a Fukushimai, nem tévedek, sínai rengés megint megismétlődött, és ez 60 kilométer mélyen a felszínhez képest a magma irányába robban be. És ennek itt a felszínen van több ezer olyan halálos áldozata, aki nem halna meg, ha komolyan venné, hogy mi is az, hogy barbár. Semmi köze a, hogy hívják, az a vallási fogalmakhoz. Ez azt jelenti, hogy a bargáz, a metángáz, ami a víznek a hidrogénjéből és egy szénből rakódik össze. Ennek a képzése mai napig folyamatos. Pár héttel ezelőtt megpróbáltunk okosan elémenni egy olyan következőnek, ami a szintén térkép, a Belgrád fölötti Pancsóva helynévből adódóan nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy ott megint nagy rezgés, nagy földrengés várható. Aztán teltek múltak a napok, a történetet egy kicsit fokozta az, hogy Magyarországon egyszerűen eltűnt a dráva. Úgy, ahogy mondom, nincs drávánk, nem tudom, kit mennyire lep meg, kiraktam a... Alig van benne víz, láttam én is. Hogy? Alig van benne víz. Annyira alig van, hogy az operatőr, nem, sajnos nem, az operatőr, akitől kaptam a felvételeket, sétál a dráva kellős közepén, és ropog a talpa alatt a kavics. Tehát egy deka víz nincs benne, nem másfél méter, semmi nincs, teljesen eltűnt. De ugyanezt megteszi a Duna Regensburgnál, és hogy ne legyen ilyen egyszerű a történet, ott annyi a különbség, most ugrok, de majd mindjárt visszajövünk a földrengések kapcsán, hogy a Duna Európa gyöngyszeme címmel kint a YouTube-on megtekinthető egy film, ahol a könnyű búvárok lementek, és felvételt készítettek arról, hogy a Rajna hogyan folyik szembe a Dunával a föld alatt. Tehát még az sem igaz, hogy a gravitáció alapján a lejtés irányába folyik a folyó. Ugyanabban a mederben a Rajna a Dunával szemben ellenkező irányba folyik. Fent van a felvétel. Egyébként én se hinném el. Tehát gyakorlatilag az, hogy ott 200 napig nincsen Duna a felszínen, az se lep meg senkit. Az, hogy a piramisokat miért nem keressük, mi azokkal, ki rakta oda, miért rakta oda, ilyen nyilvánvalóan nem keressük, majd megmondják a bácsik, kinek, gyerekeknek, kik vagyunk. Tehát gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy nem nemzeti identitásunk nincs, hanem gyakorlatilag az alapvető kérdésekhez sem érzünk jogot. A víznek a tulajdonságát nem értjük, de nem kérdezünk. Fizetjük szokszó nélkül azt a tudományos akadémiát, amiben ha hiszik, hanem a legmagasabb szintű víz szakemberek, segítséget kérek onnan hátulról, mai napig szent meggyőződéssel vallják, hogy a víz úgy képződik a forrásokban a víz, hogy az eső víz így föntről lehullik, aztán ott elfolyik a forrás cső mellett, mert ugye csövön jön, aztán lent valahol beszivárog a földbe, ahonnan aztán majd felfolyik a forrásnak a lukjához, hogy onnan kifoljon, esküszöm. Ez a tanítás, ez a kötelező oktatásban is a beépített tudás. Ennyit tudunk. Könyörgöm, ki az, aki látott már fölfelé folyó vizet? Tehát ez így ott a föld alatt egy nagyon furcsa történet következtében nyomon követhető, de ez nem az, amitől a forrás fönt van. Magyar szó, keresek vizet, mit kell csinálni, kezdetben vala az ige, fúrni és ásni is találok. Hogy mondjuk egybe? Fúr, ás, forrás.
ez a forrás víz, és akkor az működik, az működtetheti a szervezetemet, működtetheti azt a biológiát, amivel én bioharmonikus vagyok azzal a világgal, amiben most élek, tehát a szénnel kapcsolatban. Van nekünk honfoglalásunk, ugye jó belénk verték ezt a téveszmét, de ugyanakkor ez a honfoglalás néven elhíresült újabb bűncselekmény nem ellenőrzi, mint ahogy az előbb mondottak alapján, nem ellenőrizik, hogy miről is beszélünk. Szánkba adták a szót, hon. Igen, de a H az a hidrogén, az O az oxigén, az N pedig a nitrogén. Tehát a honfoglalásunk ennek a három anyagnak a három ionizációjáról szól. Amennyiben nem harmonikusan működik a három anyag, akkor ott nagyon nagy baj van, méghozzá a legsúlyosabb az, hogy a széndioxid, hogyha felszínre kerül, akkor gyakorlatilag megfújt bennünket, nem engedi az oxigént a tüdőnkbe jutni úgy, hogy a biológiát szolgálja továbbiakban. Ez a honfoglalásunk, és hogyha a földrengés nem érdekel bennünket, akkor úgy halunk meg, hogy ránk dől a ház. Ha a honfoglalás hidrogénje, oxigénje nem érdekel bennünket, akkor megszáradunk, kiszárad a földünk, eltűnik a patakunk, a nem is olyan régen tűnt el a Velencei tó. Teljesen kiszáradt, a halakot döglődtek, bűzlöttek a tó fenéken. A kutyát nem érdekelte. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel a tudatlansággal, ezzel a butasággal jutunk át abba a fázisba, amivel kapcsolatban mindenféle leíratok vannak, hogy miért is pusztul ki a nemzet. Gyakorlatilag hagyjuk a gyerekeinket betereltetni, ugye, mink van nekünk vallásszabadságunk, abba a kötelező oktatási rendszerbe, ahol viszont kötelező a hittan. Tehát egy mondatban összefoglalva nyugodtan kijelenthetjük, kötelező vallásszabadságban vagyunk. És ez olyan szinten működik, hogy nem veszük észre, mert a hétköznapi dolgaink elnyomják ezt a kritikus rálátási lehetőségünket is. Nem, hogy nem tudunk szembefordulni, mert ugye az egyéb vonalakon ugyanez a történet, ugyanez a nagy szabadság van ránk tolva. 6. pecsétbe leírom, hogy minek is köszönhető ez. Tehát ezekkel az alapszavakkal kapcsolatban olyan dogmák buknak meg, borulnak meg, állítások, amiknek következtében itt nem lehet pénzért semmit sem árulni. Tehát a szkíta történetnek az a valósága, hogyan nyilvánul meg a hétköznapunkban, amit szintén nem értünk, mert nem értjük a szót. Nem ragaszkodunk hozzá. Megkaphatom a szkíta körpecsétet? Tehát így, ahogy az Iszter-Esztir logikát néztük, így van egy szkíta gondolatom is, illetve hát az enyém mindaz, de az, amikor úgy élek, hogy nem tudom, az értelmező szótár aszkéta fogalmával ki van tisztába, de hogyha én az aszkétát a körrobáson megnézem, és ezt betűnél kezdem az olvasást, akkor a szkéta szó simán kijön, tehát aszkéta módon élni azt jelenti, hogy ennek a tudásnak, amit az előbb próbáltam elmondani, vagy itt ilyen dogmatikusan föltárni, ennek a tudásnak a védelmi érdekében teszem a hétköznapi teendőimet, illetve ennek a továbbfejlesztése érdekében szövöm azokat az új és új tudásokat, amelyek a technika, a együttműködésünk alapján egyre több rendelkezésünkre áll. Ha a körrováson megnézzük az Osiriszt, akkor ugyanezt kapjuk, Sirius csillag. Tehát nagyon messzire nyúlik a dolog, mint ahogy azt Tibor is mondta. A csillagászat, a geológia, az ásványtan, a kémia, a biológia, ezek nem független dolgok, tehát az az egy, amit olyan kicsinek tartunk, mert így van belénk nevelve, az a legnagyobb a világon, és hogyha az Iszter szavunkat értjük, annak a biológiai, biokémiai működését a megfelelő helyen kezeljük, akkor ez az a teremtés, amit nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az a pogányteremtő, ami a pó és a gány összefüggéssel magyarázhatóan a pó szavunknak értelmében a világ minden egyes olyan területén, ahol a víz a magra lemegy, nyomon követhető. Tehát a pogányságnak az értelme az gyakorlatilag a vízzel való olyan gazdálkodás, ami a gát építéssel kapcsolatosan mutatja, hogy mit is kell csinálnunk, amikor egy gátat építünk, hogy a lukon
ami nem a bazilika, mert rengeteg olyan kis luk van itt a folyók oldalágában, az ártérben, azokon a padokon, úgy mondtak, nem is olyan régen még ismerős volt mindenkinek ez a szó, hogy a patak melletti terület az a pad. Most ha valaki kételkedik, akkor gondoljunk bele, amikor kiárad a víz, ugye árasztás, akkor történik az, hogy ezt a padot a víz eltakarja. És mikor látszik a pad? Hát a víz a pad. Tehát visszahúzódik a medrébe. És akkor ebben a történetben a pad szó újabb elemzések nyomán megmutatja önmagát. Tehát pad, ha padló, akkor állunk rajta. Akkor ez egy egyszerű összefüggés. Ha egy falnak a tetejére rakjunk ilyen padokat, akkor ezt azért csináljuk, hogy lássunk jó messzire, azt még úgy hívjuk, hogy pad, láss messzire. Tehát az értelem szemecskéi, apró kis nyöngyöcskéi összefűzve adnak értelmet azoknak a hosszú szavaknak, amelyekre nyilvánvalóan nem tudunk értelemmel rálátni ma, hiszen az apróságait sem értjük. Akkor az egészet hogy értenénk? Tehát ha nincs a betűnek, nincs az elemnek tartalma, akkor milyen alapon várom én el, hogy az egésznek meg legyen tartalma? Tehát nem lépek egyet, de érjek oda valahova, ez így nem szokott működni, ez sajnos mostanában jól tudom. Tehát nagyon nehéz ez az agyi történet, ami degenerált bennünket, az a világ, amelyiknek ebből haszna van, hogy mi ne értsük, hogy miért is vagyunk mi hunszkíták. Hun foglalásban hunszkíta, hidrogén, oxigén, nitrogén. És lehet sok mindenféle magyarázat, de ha ez a harmónia nincs a helyén, akkor nagyon-nagyon nagy a baj. Az, hogy a napnak az energiája hogyan gerjeszti ezt a folyamatot, az előbb mondottat a gányolás következtében magra jutó, tehát most a gányolásra úgy ugrottunk félre a történettől, igazából nem félre, hogy amikor nem a bazi nagy likon nyomjuk be a mi iszterünket, tehát a magiszter, oda van írva, nem a magiszter dolgozik, akkor a pó vizet gányoló, a pogány teszi meg a patak partján. Itt gátol, ott gátol, hogy oda folyjon a lukra a víz, mert az lemegy a magra. Ha nagy, akkor bazi nagy likra megy rá, az a bazilika. De én pogányolhatok akár pómázon is, kimázolom azt az utat, ahol a víz elfolyik bele a dolinába. Pomáz közepén ki van rakva hatalmas betűkkel, dolina. Tehát a magdolna, magdolina ez. Amitől én a magyar árasztó vagyok, az a magárasztó, M-ária népe. Tehát a magot árasztó, a terület minden esetben ilyen, Dánia, Hollandia, Hungária. De a mag is terület, mert a földnek ez a belseje. Ezt mondjuk mágiának. Tehát az ia terület. Bontsuk le mindig az uru szavaknak az értelmét, úgy kapom meg, hogyha bármelyiket légy szíves a úrkörbe, és akkor újabb magyarázatokat kapok, akár föl sem tett kérdésekre, mert az, amikor van azok a kisebb betűsök, ahol a sok van, tudod, kérek abból egy sorozatot, hogy meggyőző legyek. Tehát amikor az urusággal kapcsolatban kellett ezeket a dolgokat helyre tenni, akkor nyilvánvalóvá vált a számok sokasága alapján, hogy az uru minden egyes összefüggésben a valaminek a tudását jelenti. Mondok egy nagyon egyszerű és olyan hajmeresztő példát. Van egy nagyon aranyos történetünk, ugye a hátrafelé nyilazó magyar. Ez ugyanaz, mint a Veszprémi vár, meg Gizella, meg az összes elmebaj, amit a nyakamba akartak varni. És én úgy elképzeltem, ahogy a rettenetes magyar hadsereg felvonul támadásba, ugye? És hátrafelé nyilazva nyert. Már eleve elmebaj, ez így nem jön ki, nem beszélve arról, hogy ha az első sor hátrafelé nyilaz, akkor az lelövi a másodikat, nem? Így viszont megmarad a harmadik, mert a második sor nem tud hátrafordulni, tehát gondolom hatalmas biznisz ment, hogy kifoglalhassa el helyfoglaláskor az 1, 3, 5 és 7-es sorokat. Mert így jön ki, és akkor rettentő sokat nyert a könnyű lovasságunk, Európa retteget tőlünk, mert féltek, hogy halálra röhögik magukat. Nem? Különben nem jön ki sehogyan se, és ezt tanultuk meg. Viszont olyan sok helyen látom a rajzokat a gesztákban, erre-arra visszatér. Tehát azzal, hogy én ezt ilyen nevetségessé teszem, ezzel nincsen rendbetéve a dolog. Ha valaki ezt odafestette, odarajzott, akkor nézzük meg miért, mert oka van. Ugyanígy, ahogy a piramist nem elemzőt az előbb, hogy is mondjam, lekezeltem, most akkor én saját magam ne essek már bele ebbe a hibába. Miért is nyilasz hátrafelé a magyar? Miért rajzolgatják így?
Azt mondtam, hogy az úr valaminek a tudása az úr. Magúr, a magiszternek a tudása ez a magúr. Magura hegy van román területen most, de számtalan helyen Mexikó tartományi fővárosa, Uruapán. Tehát gyakorlatilag ez az úr, ez egy nagyon durva dolog. Térjünk vissza a hadseregünkre, jó? Mondjuk a szót, megint csak számonkérés jön, hogy sereg. Mi az, ami sereg? Mi teszünk be rögtön? Ősz, szőlő, sereg forog. Seregélyek, igen? Jó. Tehát, ha az seregforog, látjuk, akkor a hadsereg mit csinál? Az is seregforog, ugye? Miért is seregforog? Azért, mert ha én bevállod az ellenség szerepét, csak ugye a játék kedvéért, jó? Ha én téged le akarlak nyilazni, én vagyok a magyar hátrafelé nyilazó had, jó? Megyek körbe, sergek körülötted, akkor te mit látsz? Én 70 kilométerre tudok vágtatni, úgyhogy nem fogom a kengyelt se semmit. Az én lovam olyan. Én ezt meg tudom csinálni. Most nem, de egyébként tudom, hogy nem azért, mert kicsi a hely. Egyéb oka is van. Azt a világon egy ló tudta megcsinálni, csak mondom. Melyiket? Ezt a 70 kilométert. De a 60 az megy. Jó, menjen. Na, 60-nal megyünk. 45, jó? Tehát akkor megyünk 45 kilométerrel körbe-körbe. Én téged, mint stabil állópontot látlak. Jó? Bal kézzel kihúzom, kiveszem az íjat, ugye mi nyerekből simán, és lenyilazlak állópontot téged. Te mit látsz? Egy hátrafelé nyilazó magyart, aki 45 kilométerrel megy. Ha te ebbe a 45 kilométerbe megfogod a saját íjadat és rámhúzod, akkor a szomszédodat te fogod lelőni, nem a magyar, mert nem vonalba megyünk, hanem mi sereg vagyunk, csak érteni kell, mit jelent az, hogy sereg. Megérkezett a nagy ellenség, rettenetes nagy haderővel volt, meg tudom, mondok egy számot, 200 ezer ló, fölfegyverzett emberekkel, stb. Hogyan tudom én ezt körbe lovagolni? Tehát hogyan tudok seregni? Sehogy, mert ez baromi nagy terület, nem éhendöglik a lovam, mint a körbe. Tehát nem működik. Akkor viszont nekem le kell osztanom ebből a seregből valamennyit, amennyit körbe tudok lovagolni. Igaz? És ezt a nagy hadműveletet végre tudom hajtani. És hogyha ezt az osztást végrehajtom lovak között, mivel tudom megcsinálni? Osztó tudása, ostó úrral, osztorral, ostor, ez az osztor. Tehát Attila Iszter ostora. És innentől érthetőek a hadi eredmények, érthetőek azok a történelembe rögzített olyan dogmák, amiknek azon kívül, hogy hú de jó, meg hű de, meg mit tudom én, semmi alapja nem volt. Így viszont igen, így érthető az is, hogy miért hátrafelé nyilazó, hátranyilazó magyart ábrázol az, aki ezt ábrázolja, mert ott, aki középen volt, az tényleg azt látja, ugye, megy körbe, kifordul, és hátranyilazónak látszik. Ő nyert, igen, ő neki viszont az ellenségnek meg esélye sincs, hogy eltalálja. Tehát gyakorlatilag a könnyű lovasság és annak leépítése és István a mi királyunk története az így értendő, nem a státusz, nem a vallás és az egyéb, hanem amikor ezt a fegyvertényt, ezt a rettenetes előnyt elrontotta, tönkretette, akkor ezzel bántotta azt a kialakult kultúrát, azt a stabil gazdaságot, önmagát megvédeni, hadi úton megvédeni tudó nemzetet, amellyel a legtöbbet árthatott. Innentől már nem diktálunk pápának, nem csinálunk semmit sem. Tehát gyakorlatilag kiszolgáltatottá váltunk, mert elvesztette a könnyű lovasság azt a tudását, ezt, amiről beszéltem az előbb, azt a tudását, amivel tényleg rettegésbe lehetett tartani azt, aki ide bántó szándékkal jött be, mert nem lehetett bejönni, mert körbe seregtük, és a mi seregünk az tényleg sereg. Az ő serege nem sereg, mert nem ismeri ezt a technikát. Nem idomította be a lovát megfelelő sebességre, sem még a kifaralásra se. Tehát gyakorlatilag ezek vannak rögzítve, és ezeknek a tudása, ezeknek a manővereknek az ellenőrzése mai napig lehetséges. Tehát meg tudjuk az egyéb dokumentumok alapján, tehát nem a magyar leíratok, vagy magyarra vonatkozó leíratok, hanem egyebek alapján állapítani, hogy ez reális vagy sem.
Tehát elég egy olyan ember, egy olyan lelkes kutatónak a hozzáállása, aki a lovas szerszámokat tökéletesen átnézi, a lovaglási szokásokat, a lónak a kiképzési múltját végig ellenőrzi, és ide fog jutni, hogy erre vagyunk alkalmasak, ezt tudják megtenni a mi lovacskáink, ezt tudják megtenni a mi általunk kifejlesztett szerszámok. Hogy ez a ló és az ember együttműködése milyen szintű, és talán a körrovásra is rá tudunk vele világítani. Azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy egy olyan birodalom, ha már szóba jött Attila, fenntartásához szükséges információ működjék. Kérem szépen a Vilniust és ennek a vilniuszi címernek a apropója az a dupla kereszt ott az óriás bácsinak a kezébe, ami egy rovás G betű. Az előbb beszéltem az ururól, ami ugye ló vagy ló összefüggésben akár lehet orr is. Tehát ostor, ez egyértelmű volt, hogy ott átalakul, orvos, kuruzsló, urus, tudom, hogy ez a pici erőtér, ami az enyém, ez az én aurám, ugye? Tehát ha van aurám, akkor van b-urám is, akkor az meg a búrám, az meg egyen nagyobb, az már a földnek a búrája. Tehát én ezzel a logikával mentem tovább, és kerestem a G-nek a tulajdonságait, és ezekkel a G-vel jelölt hegyeken küldött információkkal találkoztam, ugyanis a világ teljes információs hálózatát meg lehet vele úgy találni mai napig, hogy a hegyről hegyre látható pontoknak a használata most is ellenőrizhető. Vagy templom, vagy kápolna, vagy kálvária, vagy valami olyan lenyomat mindig van, hogy ott emberek tartózkodtak, valamilyen szempontból fontos. Na most, hogyha ezt a G-t megnézem, akkor ezen a G-úrs információs rendszeren fogok tovább haladni, ami azt jelenti, hogy gyors információt küldök. Ezen a hegyről hegyre látható, egymásról látható hegyről hegyre küldhető információn keresztül a tarsolygó lemezen, ami azt jelenti, hogy az ezüst ugye a lovaglás következményében felpolírozódik. Ha erre rábeszélünk, akkor ez a fény, pedig az ezüst fénye viszi a hangfrekvenciát. Az ezüst a tükör is, tehát a prizmák is, azok így már ki van próbálva, ellenőrizve van. Tehát ez egy működő olyan rendszer, amit a fénykábelekben mai napig alkalmazunk. Tehát a technika legmagasabb szintje, a technika legaljáról. Tehát ezen a gyors közvetítő rendszeren mennek azok az információk, amit ma az angol úgy őrz meg számunkra, mint ahogy a bacon szalonnát is, a bakonyi coca ételt, hogy ő úgy mondja, hogy használd a hálót. Üzenet. Tehát az üzenő rendszerünk az ez. Üzenet. A szó átmegy, a tartalom marad, de gyakorlatilag köszönjük szépen, kedves angol, megőrizted. Rendben vagyunk. És meddig megy el? Vilniusig, Vilniustól Lyonig, úgy, hogy a Lyon, a látórendszeren, az előbb mondtam, hogy egyik hegy a másikról látható. Én Lászdon születtem. Lász, tehát én elveszem magamnak a jogot, hogy ez a látórendszerhez olyan szinten nyúljak hozzá, mint amilyen a legmagasabb története van. Jobb alsó sarokba ugyanez a G-betű, ami fönt Vilniusnál be lett karikázva, itt is bekarikázva kiabál magáért, hogy figyeljünk már oda, mit jelentek én itt. Miért van itt Győrhely, Győrhely? Mi van nálunk Győrben? Mi G-őrzünk? A Rábát. Ha pecsét lenyomatba gondolkodom, akkor a bára. Ami az előbb köszön vissza, hogy a bár, mint gáz, éltető gáz, ami fölhozza a szenet, ezt a G-őr helyet az Iszterbe, a Dunába, G-őr néven, ott van a dupla kereszt, rovásul, amit 1350-ben minket nagyon ügyesen kultúr Európába illesztő Vatikán szépen el is töröl a mi rendszerünkből. Tehát innentől megszűnnek a rovás lenyomatok, a könyvek, és minden. Gyakorlatilag a kötelező oktatással ma már egy gyereket se tudok olyan iskolába beiratni, ahol rovás figurákkal találkozhatna. Nem, hogy érti, nem ezen a szinten, a tanár se érti. Nem, hogy ezen a szinten megértessék a gyerekkel, hanem a figurát, tehát a betű figurát sem kapja meg. Nem tud hozzáférni se. Valaki nagyon akar, nekiugorhat az interneten, mindenféle módokkal, mindenféle trükkökkel megtalálhatja Magyar Adorjánnak azt a gyűjteményét,
amivel kapcsolatban ezt a logikát alkalmazva a világ túlsó felén, Amerikába, Afrikába, Isztráliába, Ausztráliába, ugyanígy végigkövetve ugyanezt fogja megtalálni, ugyanezt a vízrajzot, ugyanezeket a templomokat, ugyanezeket a kálváriákat, ugyanezeket a szénbányákat. Minden ugyanez az egész világon magyar értelemben. Tehát nem a szóról beszélek, hanem a szó értelmében. Most én mondok egy értelmetlen szót, mit tudom én, hadd ne improvizáljak, valami baromságot, jó? És ezt bárki, legyen szíves, mondja el bármilyen más nyelven. Hát ha nincs értelme a szónak, az nem lefordítható. Illetve ha valaki azt mondja, hogy kecsagugúra, hogy az a bübütebelbe, akkor két értelmetlenséget mondtunk, csak nem. Attól még az értelme nincs. Az értelme magyarul itt van, ez a valóság. És akkor most kanyarodjunk vissza a postakocsihoz, tehát ha a körrováson gondolkodom, ami azt jelenti, hogy a szavakat gyerekkorunkban hogyan próbáltuk, vagy nem gyerekkorunkban, akár picit gyöngébb szellemi állapotunkban memorizálni, sokszor elmondjuk, ugye? Igen, a Nagy Árpi, gondoltam. Nekem is bejött sokszor. Na, de gyakorlatilag ezeket az értelmetlen helyneveket, mint például Iklad. Ha Ikladik, kiderül, hogy ez egy ladik gyártó hely. És hogyha ugyanezt a játékot eljátszom egy nagyon távoli helyen, Afrikától kezdve bármit mondhatok, ugyanezt fogom kapni, és vagy az ottani nyelven, mert már átvették, mint az Amazonas menti indiánok alapszavai nagyon-nagyon sok magyar tartalommal bírnak. Ez a Moritz leíratva is ott van. Én tartom a kapcsolatot Manuellel, aki az ottani indiánoknak a vezetője, és ez az ember volt olyan aranyos, hogy kedvünkért megtanult magyarul, úgy, ahogy hát nyilván nem fog elmenni tolmácsnak, de érti az magyar alapszavakat, tehát a kenyér, kérek, víz, kezelt, stb. Ezek az alapszavakat tudja. És ő is, mint ahogy a Móricz is hivatkozik rá, az ő indiányai között ezekkel a szavakkal eligazodik az erdőbe, ahol az Amazonaszt körülbelül addig, míg nálunk az Istert Isternek hívták, addig ott az Amazonaszt Enének hívták. Kapaszkodjatok meg, bocsánat, volt egészítek, hol magánzott. Kapaszkodjanak meg, az ottani legenda körbe ugyanez az Ister szüli a Turul által megtermékenyített állapotban az Ene, a Magurt és a Hunurt. A Magur, a Magister, nyilvánvaló, az előbb megfőrajzoltuk, hogy miről szól, és ez a biológiai lét, ez gyakorlatilag a fejlődése során használt egyéb szavakban is megegyezik. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy szó tetszik, és akkor az ott van, hanem azáltal, hogy gabona, nemesítés, mezőgazdasági fejlesztés, stb. Árasztó kultúra ő is. Tehát gyakorlatilag az összes ellenőrzésre alkalmas szavunk továbbra is megegyezik. A ma élő indiánokról beszélek. Nem akkor, amikor egyszer, amikor máskor volt, amikor még nem ekkor volt, hanem ma. Mert általában ezt így kapjuk meg, hogy ne tudjunk ellenőrizni semmit se, folyamatosan elmegyünk valami elmebajba, hogy amikor máskor volt. Nem volt Karolink, nem volt történetünk, nem volt ilyen vagy mocskolásos korszakunk se. Tehát ez az egész csak azért van kitalálva, hogy a valóságot ne is akarjuk keresni, ne akarjuk értékelni se, mert akkor észhöz térünk, és esetleg saját kultúránk alapján saját örökségünket akarnánk birtokba venni, és onnantól úgy hívnának bennünket, hogy magár nemzet. Tehát a magot árasztók, akik a Mária úrsága vagyunk, Mária úrsága. Tehát a Mária országa, annak a tudása, hogy a magra, a dolinákon, Magdolnán az emmet, a Máriát hogyan hozzuk úgy termékeny állapotba, hogy ezt a szénforgalmat csinálja, adjon nekünk alapanyagot, tudjunk tovább lépni, és tudjunk úgy élni, működni ebbe a világba, mint ahogy ma működteti ezt az a náció, amelyik nem a mi vonalunkon, nem a mi vér vagy genetikai vonalunkon alapszik. És így gyakorlatilag lett belőle metángázból, megkaptuk a polirendszer, tehát a műanyagokat, aminek eredményeként most India partjainál szigetek képződnek az Angliából odahordott szeméthegyekből.
és nem képesek helyre tenni. Tehát ez a fejlett civilizáció, mivel nem érti, hogy miről van szó, tehát hogy a mag teszi rendbe ezeket a dolgokat, ezért nem hajlandó abba az irányba kutatni. Majd ő kitalálja, majd te kifizeted, majd mi kifizetjük. Majd a gyerekeink, unokáink kifizetik, mert dolgoztatni lehet a pénzért bennünket. Igazából a pénzt ők tekerik, nekik nem kell a mi pénzünk, nekik az ő mi munkánk kell. És ezzel lehet eljuttatni bennünket oda, ezzel a folyamatos degradálással, hogy mindig alárendelt viszonyban legyünk, holott a kultúralap az a miénk. Tehát az, amit a magárúrságról tudnunk kell, az a magárúrság, az az M. Ária, itt van az óceán, tehát a Pán tengelyt megmutatnád, légy szíves. Marianna Ároknak hívja most a tudomány, de gyakorlatilag ezen a Pán vonalon találtam meg, ugyanis Nippánban ott van a Pán. Pannóniában egyértelmű a Pán. Nekünk van egy Koppán nevű történetünk, amikor is az Isztárral szembe megy, és akkor most kérdés, hogy ki a keresztény. Pán, ez a Pán, aki ezt a Pán tengelyt rakna össze, úgyhogy ez Pánig, Nippántól, Japántól, miközben ugye Mária úrságáról beszélünk, úgy, hogy a Marianna árok, ahová még a fény sem megy le, mert olyan mélyen van lent, és akkor ott olyan nyomáson, hogy összenyomja a fényt is, meg tatarattarattata, mint a veszprémi sztorink. Tehát gyakorlatilag, de ha valaki veszi a fáradtságot, és ellenőrzi, hogy mi történik a Marianna árok alsó csücskén, akkor az láthatja, hogy folyamatosan változik. Tehát ott nagyon komoly munkák folynak, állandóan változik. Tehát ott valaki dolgozik, vagy robbantgat, nem tudom. Tehát gyakorlatilag ennek a pánságnak, a történetének a nyomán nagyon sok minden ellenőrizhető még, ami a mai életünkre úgy hat ki, hogy azokat a dolgokat, amiket az energia megint nem értjük, rablás következtében most egy német cég, az E.ON, fordítsuk meg, mint a pecsét lenyomat lenne, Noé, igen, a tigázotokat, bocs, most nem tegeződtem, tigáz, Suez. Tehát gyakorlatilag Suez, fordítsuk meg, Zeus. Jó, tehát ki vagyunk röhögve, mert nem értjük, hogy miről szól az, ami arról szól, ami a mi nyelvünkön minden megközelítésben értelmes körbeforgatva. Pecsétlenyomat, így hagyd mondjak még erre a pecsétlenyomatról valamit. Ezt én a könnyebbség kedvéért tettem rá. Igazából arról szól, a turul pecsétet megmutatnád, az oszloppal légy szíves, menjünk vissza a bazilikáig, jó? Most amiről beszélek általában itt-ott, vagy földrengés következik be, vagy pedig olyan valamilyen történet jön, ami miatt oda kell vonulni, és azonnal restaurálni kell a helyet. Ez úgy néz ki, hogy piszok gyorsan körbeveszik ilyen nagy paravánnal, aztán szétbarmolnak mindent, és minden, amiről beszélek, vagy beszélhetnénk akár nagyobb körbe, az ott eltűnik. Lerombolják, tönkreteszik, kálontárt, kolontár, kálciumtár, kibulcsú apukája, kálvezér, tönkre megy. Kalifornia, tehát gyakorlatilag megy el, és akkor ott alakul ki a gázképző rendszer. Milyen névem? Sólyom. Segítsetek. Falcon. Igen, Magyarországon kifosztogatja a gázkészletünket. Falcon, Hungária. Mert az a mennyiségű butaság, az átköltözött ide, csak itt másképp hívjuk azt az embert, mint ahogy nevezik ott. És akkor itt lesz belőle Falcon, Hungária. Tehát ezeket a történeteket meg tudom ismételni a vízgazdálkodással kapcsolatban. Az, amitől most ez a lámpa itt világít, az égő, ez gyakorlatilag ugyanez a történet, csak hogy a honnak egy újabb kiterjedése van. A metángázból csinált elektronika az, amit most itt kifizetsz. Kifizeted a saját gázodat, azt a munkát, amivel ez a gáz, ez az energia villanyára már alakítható, azt a hálózatot, annak karbantartását, amivel ez idáig eljut, majd az egész történetnek a végén, büntetésből, ha már korona, meg pán történet, akkor van egy pandémiád, meg van egy urunád, egy koronád, amiről nem tudod, hogy mit oron a korona. Mit uru, mint az osztó úr. Minek urunája a korona? Tudjuk? Nem, szóba se jön. Megkaphatom az urupán pecsétet? Tehát megint csak a pán és a nap. Ez az a bazilika történet. Várj egy picit, kérlek. Bocs, ne haragudj, nem akartam megviccelni csak.
picit sok a mondandóm. Tehát az a bazilika, ami kőből van, sziklából van építve, az ennyire szikla. Látható a képen, hogy mennyire? A szintiszta tégla az egész, és be van vonva sziklával. Könyörgöm, hogyan? Fogott valaki egy nagy darab sziklát, és addig vonogatta, itt még oda kopott. Vagy... Tehát nézzünk már utána a dolgoknak. Ha a piramis nem nézzük meg, ott tegye meg a rosszabb egyiptomiak. Ők pedig GPT, ugye? Tehát a G, az előbb emlegetett G a nevük, a magyar nevük. A piramisokban, a sírkamrákban úgy jelölik a már meghaltat, amikor ott a történelmet feszegetik, hogy egy álló hal van elérakva. Magyarul ez mit jelent? A hal áll. Tehát a halott ember halál. Jó? És hogyha ragaszkodom, tehát megint fűzögetem az értelem szemecskét, jó? Tehát hogyha a halhoz ragaszkodom, akkor ez a halkán, ez visszaköszön a halba. Ugye? Halkán, hogy beszél a hal? Nem nagyon üvöltözik, ő halkán. És akkor milyen kán van még? Dzsingiszkán, Vatikán, Batukán, és ezek a kánok, ezek mind információs központok, amit az előbb a kereszt mutatott, hogy hova futnak be az információk, és ott lehet jósdát csinálni. Jósda, Tajos barlang, igaz? Ennek a kánnak a története oda mutat, és akkor oda megy egy Móric, aki a maga rovás tudásával, magyar tudásával megérti az ottani történetét. Ez a körrovásos történetnek egy... Ha a T, a D már pedig, aki megnézi a rovás figurákat, látható, hogy a T-ből hogyan lesz D betű. Mitől lesz a fonéma a figurával összekeverve D-V alakítható. És így a Tajos az nem más, mint a T, a D, Tajos, Dajósda, Jósda. Tehát a körrováson kiadja, hogy mitől Jósda a Jósda, mitől Tajos a Jósda. Rengeteg lejvonal fut oda be, de a látás, a lejvonal, az egymáshoz való viszony, az minden esetben mái napig ebből él a hatalom, hogy ő az információs hálót birtokolja, és azzá degenerálja, vagy fejleszti, amivé akarja. Háromszor bemondják a tévébe, hogy a cipő ehető, 10 millió ember megeszi a cipőt. Itt tartunk. Vagy reklámnak hívjuk, vagy mit tudom, hogy Izaórát szabadítsuk föl, vagy Győzikét, nem mindegy. Tehát gyakorlatilag etethetők vagyunk ilyen szinten. Hát nézzük meg, hogy a Tajos barlangból hogyan lesz, mit tudom én, micsoda, ami gyakorlatilag, ha tudok magyarul, nevetséges. Tehát ennyire egyszerű. És minden a világnak, mondtam, minden nagyobb földrészén ez van. Sőt, maguk a földrészek is ezek. Így működnek. Így működnek a talapzatok. Kontinentális talapzatok. Isztrália alatt most találták meg a világ legnagyobb édesvízi medencét. 800 kilométer hosszú. Hogy hívják az ottani őslakost? Busma. Az egy kicsit arrább van, de köszönöm, jó. Igen. AB origin. Hogy kezdődik, amikor valamit folyamatába akarunk ábrázolni, vagy mondani? AB. Igen. AB originális. Az O egyenlő U. AB uri tudás. AB tudás. Ha visszamegyek most magyarra, mert miért nem mehetnék, itthon vagyunk, nem? Azt mondom, hogy nem jól kezeled az A meg a B-t. Mert az an rajta van az alfa meg a béta. Akkor hogy mondod? An, alfa, béta. Tehát összekevertük az A-t meg a B-t. Nem jó a sor. És ezt a magyarba így mondja a magyar. Ennyire egyszerű, ahhoz képest, hogy hova el nem megyünk. Látóniában, mert az egymásról látható hegyeken beszélnek emberek. Tehát a látón beszélt nyelv, az a látón beszélt nyelv, tehát a magyar. Mert ezzel a rendszerrel teszem helyre, hogy mit miért küld oda, mint információt, az akárki, az akárkinek, és én tőlem hívhatják Hébernek, Óhébernek, aminek akarják. A lényeg az, hogy egy információt akarok átadni, akkor én beszélek bele a másiknak a fülébe, aki meg hallgat. Miért? Mert én azt akarom elmondani, ami itt van, ő meg azt akarja megérteni, amit én innen oda teszek, ami itt van. Tehát ez a kettő dolog passzol, találkozik. Innentől viszont az információs hálózatunk működtetéséhez nagyon fontos, hogy tudjam, hogy most információt, üzenetet akarok-e küldeni, vagy át akarok küldeni fél kiló paradicsomot, mert szeretném, ha lecsó lenne. Megmutatod a taposta csikó történetét? Azt én ezen a hálózaton nem tudom elküldeni, mert a receptet még csak-csak, de az nem jó. Jobb, ha az valaki meg is csinálja, tehát ott van az alapanyag. És akkor, hogyha a post, ezt a szeker elé befogok egy csikót,
amelyiknek az lesz a dolga, hogy ezt az árut átvigye A pontból B pontba, akkor ezt a csikót kell vezetnem azon az úton, amivel odaér A pontból B pontba. A, B, origi, aborigi. Tehát, hogyha átmegy, akkor ezen az úton tapos. Tehát tapos, taposta, a körrováson kijön, hogy taposta a csikó. Taposta, csikó. Taposta, posta, kocsi. Csikó a kocsi. Tehát a postakocsi kettő ilyen szónak a körrovásos tartalmával válik egy összefüggő értelemmé. És ez megismétlődik a dinosz, vagy hát az ismétlődik meg itt, nem tudom. Tehát gyakorlatilag a dinoszaurusznál ugyanez a helyzet, ugyanis ott, ha a dinót megforgatom, akkor kiderül, hogy ez az Odinnak a története, aki ugye a norvég mitológiából köszön vissza, mint a Bacon az angolból, köszönjük, megőriztétek, még ha nem tudjátok, mi az akkor is. És ez az urus, pedig ugye kivéve tudjuk, hogy a dino az urus, azt jelenti, hogy Odin a kezdet istennője vagy teremtő anyánk, aki, illetve istenünk, akinek az anyja a bár. Na most, hogyha a bár az anyja, az megint csak itt van nálam Magyarországon, úgy hívjuk bár anyát, hogy baranya. És ott mi van fönt a baranya legteteje? Az a misínánk, a misínahegy. Ha tudunk magyarul, akkor tudjuk, hogy az aszkíta, az már lement az előbb, ugye képzi az egyszer a, hogy hívják ott, amikor az iszter ketté válik, az légy szíves, a bar meg a bárnál, van a bar lángalég, az a barlang szavunknak az alapja, míg a másik gáz kis nyomással nem elég annyira, ez a széndioxid, és ez a bár ka, mert kicsi a nyomás, kake. A nagy kecsesen ugró az a szarvas. A kicsi ugyanolyan, az a kecs, kecses, ke, kecske. De ugyanúgy néznek ki, a jó messziről nézem egyiket, a másikkal összevetíthetően. Tehát a bárka, bár kabar, szintén körrováson kiadja a kabart, a 8. magyar törzset. És ez a bárkaépítő viszont nem nagyon tetszik azoknak, akik el akarták maguknak csaklizni azt a bárkát, amivel a biológiai lét tovább menthető, tehát az oxigén továbbra is termeltethető az iszter, a magra eresztett iszterrel, vagy a póvizek gányolásával, hogy a biológia működjön. És így a szenet odaadhassuk azoknak a növényeknek, amelyek ugye az élet alapjai, majd ugye jön a kecske, jön a hogy hívják, és akkor végül megesszük az egészet mi, mert mi vagyunk a nagy főnökök. Aztán már a végén nem is értjük, hogy mit csináltunk. Nagyon jó, és kiszáradt a dráva. Tehát gyakorlatilag a biológiai lét, a Föld egészének a működése, működtetése, az így van ránk bízva aszkétákra, aszkítákra, hogy a magár úrusággal, a magárasztó tudással vigyázzunk arra, hogy működjön a biológia. Tehát ennyi a magár, a barbár és a köralakú árasztott pad története. Hogy a dolog, a rögzítés milyen szinten működtethető így, nyilván mindenkinek megvan a maga kőtáblája. Én a turullal megtaláltam azt a magyarázatot, urult, ott van a turuba. 6. pecsét azt jelenti, ugye minimum, hogy van 6. Minden 6 uru. Az urusláj, azt az előbb láthattuk, hogy a Leon, kérem szépen, igen, oroszlán, urusláj, az oroszlán látható a Leon címerébe, ahol szintén ott van a dupla kereszt. A címernek a jobb alsó sarkába be van karikázva. Tehát ez az oroszlán azt jelenti, hogy uru a láj. Tudom, a tudás az oró, a látó vonalat, ami lásnál már egyértelmű volt, és akkor ha visszamegyünk az előző témához, akkor gyakorlatilag ezt az egész ránk hagyott tudást olyan szinten kell, hogy óvjuk, védjük, hogy ennek a szén működtetésnek a következményeit ne a bányászokat a föld alá leküldő szénnel akarjuk okosítani, hanem annak a víznek a forgatási lehetőségével, amely a világon természetesen itt van a felszínen. Párolog, fölmegy, lemegy a magra, ott, ahol a dolinákon lemehet, ezeket a följövő gázokat pedig a növényvilág úgy alakítja, hogy a szén a szénába, öregapám tudta, mert ő úgy mondta, hogy széna. Tehát ott kezdem az A-nál, akkor a szén. Nagypapa tudta. Ipoly mentén a szalka
község ott van, szalkaszál, kaszál, körrováson kijön. De szénát kaszál a réten, énekeljük, csak nem tudjuk, hogy mit, elfelejtettük. Tehát a szén fenntartó rendszerünk az nem az energiatörténet, az a kályhába dobálható szén, hanem az a szén, amit a növényvilág feldolgoz. Na most ugye legyen már kétséges, amit beszélek, ha ezt a szén forgalmat így tudja a világ, akkor a fölfele jövő szenet tudja-e az óceán alatt a szén. Tehát, hogy ő most az óceánba fog belebüfögni, mint metángáz, vagy mint széngáz, vagy sem. Nem tudja, tehát bebüfög az óceánba is. Óceán, óceán. Magyar tudta. És ezt most úgy hívják, hogy klatrát, vízkristályba tömörített metángáz. Irtózó, kimondhatatlan. Tehát nem azért, mert most így ez ilyen költő, nem. Kimondhatatlan mennyiségű szén van az óceánok alatt, befagyva, kristályállapotban. A szibériai építkezés, mert ugye az, ami a szárazföldek alatti víz, az ugyanaz, mint az óceán alatti. Mindenhol ocsipocsi van, csak itt már megszáradt. És amikor ezt a Novoszibirszket elkezdték az orosz nagy technológiával építeni, ezt kétszer kellett megcsinálni, mert a mit tudom én hány emeletes toronyházok nyomása megolvasztotta ezt a kristályszerkezetet, és elkezdtek düledözni a házak. Tehát itt a Földön is ez van. Ha ez kimelegszik, akkor nagy csinnadratta van. Elkezdtük csinálni a Földnek ezt a földtérképezését, ugyanis a Berlimona, Bárlinea, ami gyakorlatilag, mint egyenes, a Po előző összefüggés alapján, Po linézia is egyenes, a lájvonalak, amiről beszéltem rögtön a Lázsdi-Jázsdi születésem kapcsán. A Bárlinea pedig azért aranyos, mert ugye ez Oszló, segítsen, hogy van, északról Oszló, Kopenhága vonalon, húzunk lefelé egy, igen, Európában úgy jön fő, hogy Bartnál, mert a T azt jelöli, hogy T benne van valami. Ezért mondjuk, hogyha ennek az oka az, hogy ebbe benne legyen, akkor ezt úgy mondjuk, hogy a T oka, tehát tok. Ha az árasztás okán csinálok ilyen gödröt, ahol elviszem a vizet, annak az árnak az okán csinálom, azt úgy hívjuk, hogy ár ok. Tehát az ok mindig ott van az uruban. Itt, ahogy látszik, tok, ok, ár ok. Tartályból az ár okán megy el az árokba a víz. Tehát a nyelv egyszerűsége, visszabonthatósága, okán mondtam én ezt most, amit mondtam. Honnan kanyarodtunk el, segítség? Igen. Föltérképeztétek a földet, és akkor ugye elindultunk a Bárlineától. Igen, a Bárlineába az aranyos, igen, köszönöm szépen, odáig sikerült jutnunk, hogy a magyarországi téok, ugye hol jön be? Bartnál jön be ez a vonal az európai északi részen, tehát a bár, megint csak a nyomás, amiről az előbb beszéltünk, a bar, bár, Bart, tehát nyomás van benne, bár, té, a té oka, bár, té. Aztán simán besétált Bárlineába, amit ma Berlinnek mondunk. Aztán Berlinen áthaladva, nyilván a nagy bazilikán keresztül, ezek milliméter pontosak, ám nem arról van szó, hogy körülbelül arra felé megy, nem, pontosan. Bazilika teteje mutatja kereszt beállva, ha nincs rajt Jézus, akkor van rajt napocska, ami kell. Tehát azon áthaladva beérkezik ide az alsó Pó, megmutatod az Alpokat, légy szíves. Ó, te gyorsabban nyitén. Beérkezik az Alpok oldalába, ahol pedig az ő célja az előbb emlegetett Mária, Mária cél. Mária célba van. Az a pont, ahol befut és lemegy az alsó vizekhez, ez az egyenes vonal, nem elméleti valóban, az Alpokba. Tehát az Alpokkal pokol, itt találkozik az Istenrel, az Istennel. Mert ott az Alpok alatt folynak azok a vizek, amik itt aztán felszínre jönnek 17 bár nyomásra. Bár nyomás, mert bar, meg a bár, ez a nyomást jelenti egész a System International kötelező bevezetéséig. Ugye? Ez a barbárság. Nagyon nem vallási fogalom. Mint ahogy a Pó gányolása sem az, mint ahogy az Osztor sem az Attila Isterostor. Nem, ezek mind ilyen elterelő hadműveletek, és az Alpokkal pokolba befutó vonal Mária célnál túloldalon kijön, és mibe megy be, megerősíti az ő bárságát, egy bárfalunk keresztül bemegy a
horvát fővárosba, Zágrábba, ami ha pecsét lenyomat, akkor bár gáz. Aranyos, nem? És ehhez képest hol találják meg Petőfit? Bár Guzinba, bár Gázonba. Még érdekesebb. De ott az a segesvári felső képnézet a Google Earth-ön, de egy az egyben megegyezik Bár Guzinnal. Tehát pontosan úgy folyik ketté a patak, úgy veszi körbe a várat, azt a hegyet, ahol építmény van, és ugyanazon a lejvonal rendszeren van rajt, használd a hálót, üzenet, mert azon jön az üzenet. Átvette a magyartól, az az angol, akit most mindenki használ, like. Igen, de nem tudja, mit beszél. Ehhez képest nekünk meg ugyanez a lájkolás jut, úgyhogy mi se tudjuk, hogy ő mit, miért nem úgy beszél, ahogy kéne, de ezt mi se értjük. Pedig ez a mi nyelvünk. De kötelező oktatással megy a következő generáció iskolába, ahol kötelezően vallásszabadság van. Keresztény vallásszabadság. Ez van, meg kell nézni hogy az adatokat. Így működünk. Mink van még? Az Urupán, a koronát kérlek, a, hogy hívják ki, kapuvári koronát, jó? Nem nagyon értettem, hogy a korona az miért annyira fontos, ugyanez a logika, mint amit az előbb mondtam, hogyha hátra nyilazó magyar, akkor annak valami alapja van. Tehát én nem tehetem meg, hogy ilyen nagy képűséggel, mert én majd hűde okos vagyok, lesöpörjek valamit, amikor lám csak annyira fontos, hogy hűde nagyon fontos. Ez a kép, ez a felvétel, ez a kapuvári főtéren, ott balra az az oroszlános lépcső, az a helyi múzeumnak a bejárata. Tehát bárki, bármikor oda mehet, és megbámulhatja a történetet. Igen. Na most, ez egy napóra áldja a kis kezét, aki ezt csinálta. Nagyon nagy tudomány, nem nagy fantázia kell hozzá, hogy ezt képzeletbe tegyük koronává, jó? Tehát ez a koronának az a pán, ugye pán napról beszélünk, az a pántia, ami a napnak az útját mutatja. Ezért pán, mert azon a pánon halad a nap. Na most ebben az órában, ebben a napórában a naphaladás árnyékkal jelzi, hogy hol van a nap. Tehát ott, ahol az árnyék van, meg ezt a tetszik, akkor legyen ívesző, ezt az ívesszőt összekötöm, és logikus, ugye tudjuk, hol van a nap. Ez a felvétel pont akkor készült időben, amit ott az a napóra mutat. Én nekem 1:30-kor kellett kópházán lennem. Tehát ez annyi idő, oda is értem. Tehát ez az óra pontos, nagyon nehéz elállítani, napórát nem lehet, nincs rajta kütyű. Lemerül az elem, akkor is jó. Tehát gyakorlatilag tévedhetetlen, és működik most is, ott van. Csak mi nem működünk, mert hiába van ott, nem értjük. De ez a pánt, ez a körön a pánt, ez egy uru, tehát a tudással azonos, tehát a urupán azt jelenti, hogy tudom a napot. Na most, ha én tudom, hogy jár a nap, akkor ezt rovásul úgy írom le, hogy, és akkor urupán, rovás betűvel írva, az a C, az az N betű, ha megfordítva használjuk. Megmutatnád a bronzot, vagy vegyem előjén? Igen. Tehát, hogyha azt az N betűt, ami a túloldalon pán néven, pán feliratnak az N betűje, átütöm, akkor ezen az oldalon E betűt fog mutatni. Tehát szó sincs arról, hogy egy síkon lehet gondolkodni. Itt minimum 3 dolog fog történni. Azaz az uru ezen az oldalon, a túloldalon a tudás. A pán ezen az oldalon a napnak a tudása. Kiadja. A kettő együtt azt jelenti, ugye, hogy 1 + 1 = 3. Mert innentől már Európa. Tehát az idő tudása, a napjárásnak, ami azonos az idővel, tudása Európának a neve, de magyarul. De csak magyarul. Megpróbáltam megkérdezni ezt egy európai embertől, hát ilyen nincs. Tehát nem létezik olyan, hogy Európa beszéd, nem létezik Európa ember, nincs. Csak magyarul jön ki, hogy mitől Európa az Európa. És az a vegyesség, amiről Tibor is beszélt, az a Kárpát-medencei mindent befogadó, minden tudást egyesítő tudás, az ami ezzé válik egységé, és egy újabbat hoz létre, az ennek a, hogy is mondjam, ennek a tudásnak ez az emblémája. Európa névadó pecsétje. Kottony. Hogy?
a Murupán videó? Igen, légy szíves. Tehát, hogyha ezt a pánt... Oké. Okay. Egy pici technikai probléma, de megoldjuk. Ja? Magyarországon Kál vonalát kerestem, és mivel Kál várja, Kál Kolozsvár téged ugyanilyen értelemben meg kellett vizsgálni, ezen a vonalomban mai Szlovákia területén lévő Nyitra vára ezen a ponton található, majd a rendszer átmegy Iránba. Az iráni területek ugye a gáz, földgáz és a barbár gáztevékenység kapcsán érintett. Ez a terület a Kraugonor kapcsán szóba jött már más vonatkozásban is. 1020 év zsidó önálló államnak a területén vagyunk. Sri Lankánál érdemes egy kicsit közelebb mennünk ezekhez a pontokhoz. Tehát előbb akkor visszalépünk egy kicsit az indiai pontra. Hát nyilván a vonal nem tökéletes, de azok a területek, amelyeket a vonal a közelében jelez, tehát a helynevek, olyan szinten vonatkoznak a magyar elnevezésekre, illetve ezekre a geológiai tevékenységre, mint ahogy ezt már sokszor Guru. Elmagyaráztam, kifejtettem. Tehát itt a területnevek ezen a téren Pánra és Kálra utalnak egyértelműen. Guru, Geának guruja. Itt található Pán Anni. A guru szó itt olvasható ebben a szó összetételben. Para, bor, tehát a pán, a növető és a rövetű összecserélésével nyilvánvalóan olvasható, illetve hát azok, akik értik a rovásírást, azok számára ez nyilvánvaló. Na most a kocs község és a kocsin, kocsán, és az összes erre vonatkozó közeli szó értelmezhető itt a helytörténet szempontjából. Pán, Tunál, Lur, Kol, Kál összefüggések, Kolam itt kimutathatók. Akkor most az előbb már említett Sri Lankai területet nézzük meg. Itt is látszik a vonalnak egy kicsit. Kál út arra mutat. Tehát itt, ha precízen körülnézünk, mivel ugye a Kál vonal hegyek tetején fut, ezért nyilvánvalóan úgy értelmes, hogy nem a mai közigazgatási területet, hanem ennek az üzenőrendszernek a működéséhez magas csúcsot biztosító helyeket kell átvizsgálnunk, ami itt érvényes lehet. Szintén Pandura. Jó, köszönöm szépen. Tehát Kálutarra megy olyan szinten, hogy Indiában úgy van kiírva a térképre, hogy Kálutarra. Lehet vele vitatkozni, csak nevetséges van. A föld a Vajinba. Jó, köszönöm szépen. És az a döbbenet, hogyha ezen a vonalon megyünk tovább, ugye nyilvánvaló lesz az Irán, mit jelent Irán, ennek az irányát. És hogyha a kémiáját nézzük, akkor Nitra vár a nitrogén, és akkor van a hidrogén, oxigén, nitrogén, H-O-N. Ez a hármasság visszaköszön a 3-1-be, nálunk szimbólum, ugye? A honfoglalásban hidrogén, oxigén, nitrogén formájában.
De, hogyha azt mondom, hogy atya, fiú, szentlélek, atya, hidrogén, oxigén, a fiú, majd eldönti, hogy merre felé megy, mint a kromoszómák történetében, mint a genetikában, ahogy működik a dolog. A nitrogén pedig ugye a légzésre szánt anyag, tehát szánt lélegzett, szentlélek. És ez a nitrogén történet köszön vissza az összes többi egyéb olyan dologba, ahol az előbb is itt említve lett az a dolog, hogy mihez kötjük az életet, a lélekhez. A baba mikor kezd el úgy életképesnek tetszeni? Oké, köszönöm szépen. Tehát akkor ellenőrizzük, akkor nyert az élet szempontjából a baba, amikor az első lélegzései megtörténnek. Ezt úgy érjük el, hogy ha valami baj van a légjárattal, akkor lábánál fogva lelógatjuk, odavágunk egyet a seggére, ettől köhög egyet, kijön a placenta, a benyelt víz, igen, és lélegzik. Mert a síráshoz neki lélekeznie kell, tehát beleköltözött a lélek. Amikor a vége van a történetnek, akkor ilyen kis tükröt tettek oda az arca elé valakinek, az orra elé, és ha nem lett párás, akkor nincs lélek, tehát akkor elszállt belőle a lélek. De a lélegzés anyaga, a HON-en, az a nitrogén minden esetben. Úgyhogy azok a helyek, ahol ezek a szimbólumok vannak az oszlopok lábainál, templomoknál, föld alatti labirintusoknál, ezek a spirálok, mint ahogy a gyerekrajzokon mutatjuk a tenger hullámait. A fölfele pörgő azt jelenti, hogy hogyan jön föl a szén, a hidrogén és az oxigén. Tehát a metángáz és a széndioxid. Amikor ezek a minták lefele irányba csavarodnak, azt mutatják, hogy hogyan megy le a víz. Tehát azok az oszlop díszek, azok nem önmagukban díszek, hanem gyakorlatilag a föld biológiai, biokémiai működésének a nyilvánvaló használati rendszerére mutatnak rá, mint ahogy a kálváriákon a keresztek is. A világ összes keresztje egyik a másikról rámutató olyan egyrendszer, amit a kommunikáció, tehát a gazdaságunk fenntartása érdekében hoztunk létre. Hogy ez pontosan melyik idő, azt én most hadd ne tudjam, az a működéséből következik, hogy mikor van szükség erre, arra, amarra. Van egy legendánk, ugye a aranyos szegelet, az előbb már beszéltük a rovásbetű és a föníciai betűk ellen elkövetett hatalmas bűncselekményt. Ez az Ipoly mentén fölfelé úgy néz ki, hogy van Dejtár, Tésa, és ilyen helyeink, Parasapuszta. Ha a helyére teszem a betűket, akkor kiderül, hogy a tejtároló Dézsa, a T meg a D a helyére kerül. Maradjunk Aradnál, a T meg a D, ebbe a kör alakú árasztott padba, ha helyére kerül a T meg a D, akkor ez nem Árpád-medence, nem Kárpád, hanem árasztott padmedence, tehát Kárpát-medence. De az árasztott pad ez esetben egy olyan aranyos szegelet, hogyha az aranynak a vonatkozását megnézzük, és Aradnál, ami ugye arany, belovagolunk, ide jövünk a medencéhez, akkor megnézzük, hogy mitől is szegellett a szegellet. Balról lefelé a homokkal van beszegve ez a medence, hogy ne folyjon ki a víz. Úgy hívjuk, hogy Szeged. Aztán fölfelé ott is a szeg van, ezt úgy hívjuk, hogy Isaszeg. Aztán megyünk tovább balra, ott a Dunával van beszegve a nagy medence, ez a nagy tó, amit középpen van, ezért azt úgy hívjuk, hogy Dunaszeg. Majd balra lefelé haladva az Alpok kövei szegik be ezt a hatalmas nagy tavat, ezt a nagy medencét, azt pedig úgy hívjuk, hogy Kőszeg. Tehát az, hogy szegelet, az nem egy ilyen trattara-tattara, hanem az így igen komolyan létező, konkrétan megfogalmazott, megnevezett összefüggés halmaz, ami a vízgazdálkodásra utal vissza. Ha ezt a mai technikával föltöltjük, tehát a képzeletben a Google Earth-nek van egy ilyen lehetősége, meghatározott pontig felemeljük a vízmagasságot, akkor kiderül, hogy ezeken a szegeleteken megtaláljuk ennek a peremén azokat a vízgazdálkodási lenyomatokat, amivel ezt a gazdaságot fel lehetett tartani, amitől ez a nép, ez a ítélő hungár nép azt az eredményt tudta produkálni, amit ugye a világháborúban mutattunk is, hogy kihúztuk a német éhenhalás problémát, tehát a németeket az éhenhalás bajából, veszélyéből. Megoldottuk. Ma meg ott tartunk, hogy a Tesco-ba külön kell jelölni, hogy milyen zöldség honnan való, mert magyar zöldség nincsen. Csak ez a zöldség, amit itt beszélnek a
fejünkbe, hogy, hogy miért nincsen, más nincs. De mondom, eltűnt a Dráva, eltűnt a Velencei tó, úgyhogy egy nemzet nem vesz észre, hogy baj van, rohadt nagy baj van. 53 méter mélyen vannak lent azok a vízszintek, amikhez most úgy kell hozzányúlnunk, hogy gyakorlatilag olyan mesterséges beavatkozást igényel, hogy ott a biológiai lét fönnmaradjon, ami hosszú távon megint csak nem fog eredményes lenni. Tehát ebbe a dologba így bele durkálni, bele barmolni nem szabad. Ez működik, működő rendszer, visszanyeli a magon az összes olyan szemetet, amivel mi most itt nem tudunk mit csinálni, mert ott lent a magon helyre kerül minden. Magfúzió. Körülbelül ennyi, és akkor az elkövetkezően. Van valami záró képünk? Jó képűek vagyunk. Az is a bazilikával csukjuk be, ha lehet, jó? Tehát ez a magiszter történet, ez most úgy van a kezünkben, hogy hétköznapi szinten vagyunk kötelezve arra, hogy a vizeinket úgy szabályozzuk, úgy vegyük át az irányítást fölöttük, hogy ne lehessen megtenni 2009-ben elkövetett nagy bűncselekményt még egyszer. A találmányügyi hivatal elfogadta a következőt, úgy van beadva, meg lehet nézni a honlapjukon, most is fenn van. Izrael ivóvízellátásra Magyarországról tenger alatti magasnyomású vezetéken keresztül. Pecsét rajt. Mi most kiszáradunk, nincs alattunk víz, de még mindig nem gondolkodik senki. Eltűnt a Dráva, eltűnt a Velencei tó, és olyan helyeken, ahol a legnagyobb veszély van, mezőgazdaságilag kiemelt területeken, olyan vetés van, hogy a traktoros barátaink jelentik, hogy elvetni ők elvetettek, de mire visszafele jöttek a traktorra, már tele volt madarakkal, mert a szél elfújta a port. Hát már nem tudnak vetni se, nem, hogy nem csirálom. Nem lehet elvetni se, annyira porzik a föld, annyira hiányzik neki a víz. Megtehetjük, amit idáig megtettünk, azaz egy-két ebben az irányban, most Kishantos és társaira gondolok, de hát igazából olyan nagyon nem állnak mellénk az emberek, hogyha bármit is csinálunk. Itt van, még egyszer nagyon szépen köszönjük a közreműködéseteket a Krisztina Hotel két tulajdonosának. Volt tulajdonosának. Igen, a mellénkállással kapcsolatban itt az eredmény. Itt ülnek úgy, hogy bár oda jártunk, bár előadásokat tartottunk, nagyon komoly támogatást kaptunk helyen, étellel is, szállás lehetőséggel, minden bázis, igazi bázis volt. Majd, amikor ők ketten, Barna és Györgyike bajba kerültek, illetve a hatóság rájuk szállt, akkor mindenki ment szanaszéje, intézte a maga ügyeit, és most ott tartanak, hogy múlt időben beszélnek erről a hotelről. Az életük ment rá. Úgyhogy szedjük össze magunkat, és viselkedjünk nemzetként. Más nem lehet. Ha egy ilyen magiszter örökségem van, akkor gyakorlatilag van erre egy mondásunk, hogy közhelyjel fejezzük be, hogyha Isten velem, akkor ki ellenem. De ebben az esetben ez ezt jelenti. Tehát a magiszter velem, akkor ki ellenem. Csak tudni kell, hogy miről beszélek. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra. Köszönöm. Most már nem ismétlek.